Július 10-én tartják a Szabadkai Városi Képviselőtestület alakuló ülését. Erről beszélt egyebek között a Szabadkai Magyar Rádió napindítójában dr. Pásztor Bálint. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kiemelte, szinte az összes magyar érdekeltségű vajdasági önkormányzatban július 10-e, 11-e vagy 12-e az a nap, amikor az alakuló üléseket megtartják. A VMS elnöke hozzátette, napokon belül találkozik Milos Vucevicjel, az SHP elnökével, akivel áttekintik a további projekteket és végigbeszélik az önkormányzatokra vonatkozóan az együttműködést a következő 4 évre. Megjelentek a kísérettségi végleges eredményei. A szerbiai 8-osok anyanyelvből, matematikából és választott tantárgyból vizsgáztak. Pár nap múlva kiderül, ki melyik középiskolába jutott be, ezt követően pedig elkezdődik a leendő elsősök beiratkozása a középiskolákba. Kovács Tamás lett az évad színésze a székesfehérvári Vörös Marti Színházban. A szabadkai születésű színész, akinek emlékezetes alakítása volt ebben az évadban, a Király beszéde Börtie, de játszotta a középső baradlai fiút Richardot a Kőszívű ember fiai című produkcióban, valamint ő volt Achilles az Ifigénia Aulisban című előadásban. A Vörös Marti gyűrű díjat is Kovács Tamás kapta meg, mellette Ballér Bianca színművész is átvehette ezt az elismerést.